Sziasztok! A horgolás és kötés.blogspot.com horgolóiskolájának 10. videóját látjátok. Többeknél problémákat vetett fel a kör elkészítése. Úgy gondoltam, hogy ebben a videóban megtanuljuk, hogyan készíthetünk kört, és hogyha már a kört tanuljuk, akkor egyértelműen megtanuljuk a kúszószem készítését is. Tehát elkezdem a horgolást, a már tanultak alapján, megcsinálom a kezdőhúrkot, majd horgolok annyi láncszemet, amennyit a mintám ír, én most 6-ot fogok készíteni. A 6 láncszem elkészítését követően ezeket a láncszemeket egy körré kell kapcsolnunk. Ez a következőképpen néz ki. Az utolsó láncszemnél járunk, majd a horgoló tűvel visszaszúrunk az első szembe. Tehát visszajövünk az induló szemhez, hátulról beleszúrunk, de még az utolsó láncszem is rajta van a horgoló tűnkön. Tehát itt van az utolsó láncszem, visszaszúrtunk az első láncszembe, és egy kúszó szemmel áthúzzuk mindkettőn a fonalat. A kúszó szem az azt jelenti, hogy egyszerre húzzuk át ezen a két húrkon a fonalunkat. Tehát beleakasztok a fonalba, és áthúzom azon a szemen, ami az első volt, illetve azon a szemen is, ami az utolsó volt a láncszem soromon. Ezzel meg is van a köröm. Így néz ki a kör. És hogyha például ebbe a 6 láncszemes körívbe teszem azt 20 egyrehajtásos párcát ír a mintánk, akkor 3 láncszemet magasítok. Kész a 3 láncszem. Majd elkezdem szépen a körbe szúrva az egyrehajtásos párcákat ölteni. Egészen addig, amíg annyit nem horgoltam, ahányat a mintám ír. Tehát így kell kört készíteni kúszószemmel. Ha hasznosnak találtátok a videót, lájkoljatok minket, vagy iratkozzatok fel a csatornára. Sok sikert mindenkinek, horgoljunk és kössünk!